Azon a vidéken, ahol mi felújítunk, ezek főleg a magyar lakta vidék, illetve a szórványvidék, ahol magyarok is laknak, ott még ugyanazokkal a körülményekkel találkoztam, amivel kezdő pedagógusként a 70-es években vaságyak voltak, és minden felszerelés, technika, a szovjet évekből itt maradt technika, mint a 30 év alatt itt semmi nem történt volna. Különösen igaz ez a konyhákra, ahol olyan elavult körülmények között dolgoztak, hogy mindig attól rettegtem, hogy csoda, vagy azon csodálkoztam, inkább azt mondom, hogy itt a gyerekek nem kaptak valami fertőzést vagy gyulladást, mert vécék nem működtek, bent nem volt meleg, fűtési rendszerek legtöbb helyen nincsenek, a nyilánzárók azok szétrohadtak, és most a programnak köszönhetően végre olyan körülmények közé kerülnek a gyerekek, amilyen körülmények között minden szülő szeretné tudni, ha elmegy dolgozni, vagy ha elküldi az óvodába a gyermekeiket. Már 42 óvodát átadtunk, de még legalább 15-6 óvoda vár átadásra, és amellett, hogy mi is programot végezzük, római katolikus, görög katolikus és református egyháznak is vannak óvoda programai, és ez bővíti ezt a lehetőséget. Mi a második óvoda program keretén belül most már a központból a szórványvidék óvodáinak a felújításánál tartunk, illetve mi is bevállaltunk 10 óvoda építését, vagyis új óvoda létrehozását. Ez nem mindenütt építés, van, ahol vásároltunk óvodának alkalmas épületet, viszont azt is át kell minősíteni a lakóházból oktatási intézményé, meg kell szerezni az építési engedélyeket, majd utána üzembe helyezés megint egy hosszú periódus, tehát van legalább 12 olyan óvoda, amiknek az építése most fog elkezdődni az engedélyek beszerzése után, és majd egy év múlva kerül sor az átadásra. Valamint elérkeztünk Kárpátalja hegyvidéki járásaiba is, hiszen sokan megkerestek azzal, hogy szeretnének a magyart tanulni az óvodákba. És ahol volt ilyen igény, ott a különböző oktatási formáknak megfelelő szintű támogatásba részesítettük őket. Például Ilosvadolha községekben magyart szeretnék tanulni a gyerekek, vagy Perecsenybe, Nagybereznán és Kosztrinón. Valamint még Misírjáról is fordultak hozzánk. Most a legnagyobb gondunk az, hogy a felújítások után oda ki kellene helyezni óvodapedagógusokat, olyan óvodapedagógusokat, akik szülőföldjüktől 150-200 kilométerre elkezdik a magot vetni, és elkezdenek magyarul tanítani, foglalkozni a gyerekekkel, de mindez olyan körülmények között, hogy az állam által biztosított állami fizetés az arra sem elegendő, hogy étkezzen, nem hogy albérletet fizessen, ruhát, tehát most keressük a megoldásokat arra, hogy hogyan lehet ösztöndíjban részesíteni, vagy ösztönözni a végzős óvodapedagógusokat, hogy missziót vállaljanak ezeken a területeken, ahol eddig nem volt magyar nyelvű oktatás. Számos olyan hely van, ahol még az 1910-es népszámlálás idejében virágzó magyar közösség volt, 1000 lelkes közösség, mondjuk Ilosván, református templommal. Birké még most is áll a református templom, csak éppen a közösség asszimilálódott. Tehát ezekre a helyekre szeretnénk most küldeni fiatalokat, missziót vállalni. Remélem, hogy a Jóisten kiteremti, ahogy szokták mi felénk mondani, és egyrészt megtaláljuk ennek az ösztönzésnek a forrását, másrészt pedig megtaláljuk azokat a fiatalokat, akik nem csak nyugat irányába vállalnak missziót, hanem kelet felé is szülőföldjükön.